Ezekben a napokban az utcai sorfákat gajazzák a közüzemi Kft. Munkatársai. Minden évben 18-20 Gyulai utcában 1500-2000 fán végzik el ezt a fajta munkát. A vagyonvédelem mellett azért van erre szükség, hogy az elektromos légvezetékekhez, valamint a közelben lévő épületekhez ne érjen oda a növény. A levágott részeket elszállítják a komposztáló telepre. Hogyha nagyobb mennyiség gyűlik össze, akkor mulcsozóval ledarálják, majd komposztálják. A gajazási munkálatok legkésőbb március közepéig befejeződnek. Az időjárás előrejelzés szerint az elkövetkezendő 3-4 hétben szárazabb, az átlaghoz képest melegebb időig érkezik. Ennek ellenére a közüzemi Kft. Munkatársai felkészültek egy hirtelen téli, havas, jeges időre is. A tél elején rendelkezésre álló 150-160 tonna só mennyiséget már kiszorták. Rendelkezésünkre áll a szükséges só mennyiség, mert ahogy fogyott a rendelkezésre álló készlet, akkor úgy a szerződött partnerünktől vásároltunk megfelelő mennyiségű sót. Jelen pillanatban a telephelyünkön 200 tonna só áll rendelkezésre, amely több mint elégséges. Reményeink szerint ebből már nem igen kell használjunk, de nincs semmi gond probléma, mert a só az tapadásgátlóval van ellátva, tehát amit most nem tudunk vagy nem kell felhasználnunk, azt a következő szezonban vagy szezonokban, attól függ, hogy milyen lesz az időjárás, fel tudjuk használni, tehát károsodás nélkül be tudjuk tárolni, be tudjuk deponálni telephelyünkön. A hó- és síktalanítási munkák mellett ügyeletet rendelnek el a közüzemi Kft-nál abban az esetben is, hogyha erősebb, szeles időjárás jön térségünkbe. Bányai György elmondta, hamarosan kezdődik a tavaszi felkészülés. Egyrészt a parkgondozási tevékenységen is jönnek olyan új munkafázisok, amelyeket tavasszal el kell végezzünk. A fagajazások mellett a cserjék meccését is el kell, hogy végezze a csoport, illetve ahogy látjuk, hogy ősszel a lombgerebézést elvégeztük a parkokban, de azért a tél folyamán hullott még le levél, és a tavaszi lombgerebézést is el kell végezni. Tulajdonképpen azt mondom, hogy csinosítani, szépíteni kell a közterületeinket, és ez vonatkozik a járófelületekre, tehát a gyalogjárdákra, a kerékpárutakra és az útfelületekre is. Bányai György kiemelte, a tervek szerint a következő héttől beüzemelik a seprűs autót. Ezzel az útszegéllyel ellátott utakat tisztítják meg. Egy kis traktorra is rászerelnek egy seprű adaptert, melyel pedig a kerékpárutakat, valamint a szélesebb sétányokat tisztítják meg.